Itt van velünk Cipán Anett, Berki Krisztián még nem tudjuk, hogy hol van. Valami. Én meg itt próbálom a párnákat elhelyezni. A reggeli kávéját is szajtam. Ja, még kávézgat, mert nem sokára kezdtek még hozzá. Kivel, mivel? Szia! Mudzsai Zoli hozzá nekünk a fotóalbum rovatunkba fotóit. Így és egész van. Kiskorod óta zenéltél, ahogy olvasom. Így van, és hát ugye azért érdekes, mert én ugye Karacsiban, ez Pakisztán egész pontosan, ugye ott születtem, és hát vannak fotók onnan is, és már nekem is annyira idegennek tűnik, tehát... És milyen volt átállni a magyar iskolarendre? Hát nagyon nehéz. Tehát nagyon nehéz. Mikor jöttél ide? Bocsánat. 11 éves koromban érkeztünk így családommal együtt, és hát édesanyámmal Magyarországra, és hát ugye ott egy ilyen angol, ilyen british school rendszerben, ugye uniform és meg teljesen nagyon kemény rendszer alapján működött az iskola. Tehát itt meg ugye akkoriban a köppeny volt. Milyen lazaság van itt, hogy nem iskola köppeny. De szerettük, édes Istenem. Szóval, igen, itt látható is egy fotó rólad. És a testvéred nagyon sokan voltok testvérek. Így van, mi négyen vagyunk tesók, ott a képen egyébként hárman vagyunk, én vagyok a jobb oldalon, ott ülök. Ez egyébként az ottani safari parkban készült, egész pontosan az állatkertben. És ez az elefántolás utáni pillanat, amikor én még meg vagyok szeppenve, mert ugye az édesapámnak ez egy ilyen kritériuma volt, hogy ha állatkertben vagyunk, akkor meg kell lovagolni az elefántot, és ja, én meg mindig sírtam. Hát meg is ijedtem persze, mindig sírtam. Jó, ezen kívül, mert hát nyilván a többi részletet majd elmeséled a FEM3 Caféban, lesz még valami említés a méltó? Jön hozzánk például Agárdi Szilvi, Josi barát beszélget majd vele, az Ezer Lámpás Éjszakáján találkoztam, és vele is akkor hallottam először énekelni, és olyan gyönyörű hangja, hogy én majdnem sírva fakadtam. Úgyhogy ő jön például Josi baráthoz. Na jó, és ilyen is elszaksoló témákkal a FEM3-ban mindjárt kezdtek. Mi pedig lezárjuk a munkát, holnap reggel 6 óra 22 perckor kezdünk. Na furcsa ez a rúzs rajtad. Valami ez megy? Hát majd meglátja a párnához. Gyönyörű. Ja, párnához. Gyönyörű. Holnap reggel, tehát várjuk Önöket. Nem sokáig a FEM3-kát jön.